Zene nélkül mit érek én? Persze, hát ez abszolút így van. Annak nagyon szoktam örülni, hogyha mások is mondják, hogy nekik is ad valamit az, amit mi létrehoztunk. Teljesen öncélú művészember vagyok, mert én azért csinálom, hogy jól érezzem magam. A családunkban kötelező volt 4 évig zenét tanulni. Édesapám azt mondta, hogy legalább 4 évig, és ez nagyon jót tett, tehát nagyon jó volt, hogy ilyen szigorúak voltak, úgyhogy 4 évig zongoráztam, de hát aztán persze már nem zongorázni szerettem volna, hanem gitározni, aztán megint zongorázni, de zongorázni nem mehettem vissza, és akkor így valahogy a gimnáziumra már csak az éneklés maradt, meg az a kevéske zongoratudás. És akkor mostanában nagyon sajnálom, és próbálom még fejleszteni magam, hát már amennyi időm erre adatik, így a családi teendők mellett, de még tervezem, hogy koncertképes zongoratudásom lesz. Képzőművészettel is foglalkozom, meg a videókkal is én foglalkozom, meg a borítókkal is én foglalkozom, meg a zenével is, és akkor egyszerre csak, ha bár lassú a folyamat, tehát így sokkal lassabb, mint hogyha csak egy dologgal foglalkoznék, egyszerre csak összeér. És pont ez az összeérés az, amit szeretek igazán benne. Hogy a zenéhez pont olyan a kép, hogy a dalokhoz pont olyan az a videólup, amit én létre tudtam hozni, és én tudtam azt, vagy az én videója, nem tudom, ez az én vízióm. Ki beszállnyúlhatott a tengervízbe, aki ezt az ostját kihalászta. Ki beszállnyúlhatott a tengervízbe, aki ezt az ostját kihalászta. És ez az átjárhatóság tulajdonképpen célom is, hogy a zene, illetve nem tudom, hogy máshogy van vele, de én, ha másnak a zenéjét hallgatom, akkor is úgy jönnek bizonyos képek vagy gondolatok azzal kapcsolatban, és ezeket próbálom úgy vizuálisan is megfogalmazni. Annak nagyon szoktam örülni, hogyha mások is mondják, hogy nekik is ad valamit az, amit mi létrehoztunk, de természetesen én is csak úgy, meg hát csak úgy van értelme ennek az egész folyamatnak, hogy kapunk belőle mi is. Tehát sokáig azt gondoltam, hogy a bossa novával is azért kezdtem el foglalkozni, mert egyszerűen annyira megnyugtat, meg annyira a napfényes oldalát mutatja az életnek, hogy szerettem a dalokkal foglalkozni, meg szerettem a nyelvet, hogy ilyen játékos az a brazil-portugál nyelve, se tudtam képzelni, hogy melyik másik nyelv lehet olyan, ahol azt mondják, úgy mondják a halált, hogy morcsi, hát nekem ez a teljesen egy ilyen vicces gyereknyelvre hasonlít, de maguk a szövegek ugyanakkor, hogy ilyen játékos, napfényes és nyugodt a zene, maguk a szövegek meg nagyon komoly, tulajdonképpen irodalmi alkotások. Tehát azok a bossa nova dalok, amiket hallgatunk, azoknak nagyon mély jelentés, tartalma van, és akkor ezért valahogy nekem például teljesen egyértelmű, hogy miért foglalkozom most versekkel. Hát hiszen a bossa novák is Vinicius G. Moraes tollából születtek, aki nagyon komoly irodalmi figura volt Brazíliában. Que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes,
juramos profetas embriagados que está na romaria dos mutilados. Én a bölcsészkaron magyar szakot végeztem, illetve a angol nyelvtanári szakot először, és a versek valahogy teljes mértékben így velem maradtak akkoriban. Kezdtem el gyűjteni antikvár verses köteteket, és azokat csodáltam, hogy úristen, megvan egy eredeti József Attila kötetem, vagy egy Adi válogatás, Szabó Lőrinc által válogatott antológia. Maga a kötet, egy verses kötet, ahogyan akkor megjelenik azokkal a versekkel, teljes mértékben számomra olyan, mint egy lemez a dalokkal, egy egységet alkot. Tehát amikor ezeket az antológiákat nézzük, vagy egy Pirinszki összest, annak más hangulata van, mint mondjuk a Szálkákat, ha a kezébe veszi az ember, és akkor látja, hogy hogyan képzelt el a költő a versek sorrendjét, az illusztrációt. Tehát ez nekem egy külön műalkotás, a verses kötet is. Zöld erdőben bolyongatok, két rendőrrel találkozok, kérdi tőlem, mit csináltam, hol a szabaduló levele? Hát azt rögtön tudom a szöveg alapján, hogy melyik vers az, amivel szeretnék dolgozni. Egyrészt a tartalma, másrészt a szerkezete miatt szoktam úgy dönteni, hogy megpróbálom megtalálni azt a zenei környezetet, de van olyan is, hogy egyszerűen egy ilyen számítógépes zenei szoftverben kezdek el úgy barangolni és hangzásokat keresni, és akkor a hangzás alapján gondolok ki valamilyen tematikát, és így keresem a verset. És akkor ez valamikor sikerül, valamikor nem. Jobban szeretem, hogyha már adott szövegre kell, vagy adott szöveggel kell dolgozni, és azért is vágtam bele én magam is a dalszövegírásba. Taladim, taladim, taladudat, taladim, taladim, taladedat, taladim, taladim, taladudat, dam-dam-dadé, tudat. Van például egy olyan dal, ami szintén egy versfeldolgozás, és amikor megtaláltam azt a verset, akkor azonnal leültem a zongorához, és az azonnal így úgymond kigurult. És akkor ezek ilyen nagy pillanatok, hogy ennek ez a formája, ennek ez így szép, és aztán ez föl is került most a Minka lemezre, Hát így a címe, és előtte is játszottam már csak zongorával. Az a vers mindig nekem egy nagy pillanat, meg talán mérföldkő is, hogy talán én egyedül is tudok olyan zenét csinálni, amit úgy igazán tudnak szeretni mások is. Hát így. Hát most. Hát Istenem. Én nagyon jól érzem magam zenekészítés közben. Pont a múltkor az egyik barátommal beszélgettem róla, hogy ő egy teljesen öncélú művészember vagyok, mert én azért csinálom, hogy jól érezzem magam. Sőt, hát ugye, mivel a gyerekek mellett tulajdonképpen ez hobbiként indult, most is az történik, hogy nekem a hobbim lett a munkám, de a munkám a hobbim is, és akkor, hogyha időm van, hát akkor én zenét szeretnék csinálni, vagy éppen valamilyen képi tartalommal foglalkozni, vagy mondjuk megtanulni, hozzátenni az elektronikát ezekhez a nagy képekhez, úgyhogy vagy valami hülyeséget kitalálni mindenképpen ilyen, és akkor azt megvalósítani. Zene nélkül mit érek én? Persze, hát ez abszolút így van, igen. Úgymond minden szinten zenekarban szeretek dolgozni, tehát szeretek a színpadra kiállni, fantasztikus zenészek csatlakoznak hozzám, ez nagyon nagy szerencsém,
illetve a képzőművész kollégáim is eszméletlen jó művész emberek, úgyhogy velük szeretek igazán együtt alkotni. Ítéljenek, én azt se bánom, van családom, azt sajnálom.